gyülekezet, Jézus szavait szeretném idézni két evangéliumi helyről is. Az egyik, ugye eléggé ismert igék ezek, de majd közösen elgondolkodunk ennek a jelentőségéről. János evangélium a 14. fejezetének 27. verséből olvassuk az első igét, tehát János evangélium a 14. fejezete 27. verse. Így hangzik az ige: békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Amikor Jézus búcsúzott a tanítványaitól, ezekben a búcsú beszédeiben beszélt nekik arról is, hogy miért is köszönhet ők, hogy mi vár ő rá, arról is beszélt, hogy mi vár rájuk. Nehézségekről, küzdelmekről, üldöztetésekről is szólt nekik, de ugyanakkor ezt az ígéretet adta, hogy ő békességet ad nekik. Nem úgy, ahogy a világ adja. Következő ige pedig Máté evangélium a 11. fejezetének 28.-29. versében így hangzik, tehát Máté 11. 28-29. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltetek, és én megnyugoztat titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. De mind a két igében ígér valamit Jézus, békességet, nyugalmat a lelkünknek. Az első igében is megkülönbözteti ezt a világban tapasztalható vagy megszerezhető békességtől, hiszen azt mondja, hogy nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Erre is mindjárt kitérnek. Itt a második igénél pedig ezt mondja Jézus, hogy van egy feltétele ennek, a belső lelki békének és nyugalomnak, hogy ő hozzájöjjünk, ha meg vagyunk terhelve, vele osszuk meg a terheinket. Ő rá, terheljük rá is, lehet mondani. Egy másik ige így hangzik, hogy vessed az Úrra a terhedet. Ez különben nagyon szemléletes kifejezés, mert ugye szinte azt mondja, hogy most rakd oda. Tehát ezt most, amit te hordasz, ezt vedd le magadról és rakd oda. Rakd ő rá, aki tudja hordozni a te terhedet. Tehát itt is azt mondja Jézus, hogy jöjjetek hozzám, akik meg vagytok terhelve, én nyugalmat adok nektek. Tehát itt nem részletez így hogyan, de azt mondja, hogy azokat a terheket, amikbe belefáradunk, amelyek terhelnek bennünket, azokat ő akarja hordani. De utána ezt mondja, hogy vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tehát ugye itt is látjuk, hogy mi is a feltétele ennek a lelki békének és nyugalomnak. Az ő igájáról beszél, azt mondja, hogy azt vegyétek magatokra, és hogy őtőle tanuljunk. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy Jézussal járni, hogy Jézust követni, ezt jelenti. Amiről itt röviden beszél Jézus, hogy az én igámat vegyétek föl, és hogy tanuljátok meg tőlem, ugye itt is arra a belső lelki hozzáállásra utal Jézus, ami őt jellemezte, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Azt mondja, hogy akkor nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tehát ezek az ígéretek, így is mondhatnánk, hogy nagyon szépen hangzanak, de kérdés az mindannyiunk felé, hogy mikor és meddig volt, van részünk ebben a lelki békében. Illetve, hogy mi minden zavarhatja meg ezt a lelki békességet. Mert biztos, hogy volt már benne részünk. Biztos, hogy átéltük már, tapasztaltuk. És ugye milyen jó volt. Még úgy emlékezünk ilyen
esetekre, helyzetekre. De mindig. Tehát mindig bennünk van. Ez a lelki békesség, mert az, hogy nem úgy adom, mint a világ adja, azt is jelenti, hogy nem alkalmi. A világ adta békesség, az lehet pillanatnyi, hogy ó, most minden jó, minden rendben van, mert nem bánt senki, mindenki szeret, minden rendben, minden jó, minden szép, meddig tart. Ugye tudjuk, hogy ezek nagyon mulandó dolgok, tehát erre is vonatkozik, hogy nem úgy, ahogy a világ. Tehát Jézus maradandó lelki békét akar nekünk adni. És hogy mi minden ronthatja ezt meg, hogy ezt kell kinek a saját életében átgondolni, mi veheti el a lelki békénket. Most mi próbáljuk, nyugodtan hozzá is lehet szólni. Próbáljuk ezt fölmérni. Mi veheti el a lelki békénket például? Mi minden szokott törni? Vagy ki? Tessék? Vagy ki? Vagy ki? Ilyen? Na igen. Tehát valaki. Ha? Hát mikor? Az a másik ember mit tesz, vagy mond, vagy... Ugye? Tehát másik embernek a hozzám való viszonyulása, ha igazságtalan, ha bántó, ha indulatos, ha türelmetlen, vagy csak egyszerűen nem olyan, mint amilyennek én szeretném. Tehát igen, a másik embernek a hozzám való viszonyulása is elveheti, megronthatja a lelki békénket azután. Mi minden? Világállapot. Igen? Váratlan helyzetek, mert amire fölkészülök, az úgy jó nagyjából, de hirtelen jön valami, akkor a kizökkent, és akkor ott vagy a pánik helyzetben. Akkor és akkor elkezdtek aggódni, nem? Hát igen, jön a következményen. Elkezdek aggódni, mert erre nem számítottam, mert nem tudom, hogy ebből mi lesz. Tehát gyakorlatilag, igen, ez sok minden vezethet ide, hogy aggodalmaskodunk, hogy félünk, hogy megrémülünk, hogy igen, ez nem volt benne ugye az én terveimben, meg nem így gondoltam. És akkor most mit kell tenni, most hirtelen? Nagyon sok helyzet volt, ugye, hogy végigolvassuk az evangéliumokat, Jézust is érték ilyen helyzetek, vagy mondhatnánk, hogy meglepetések, nem? Tehát voltak olyan helyzetek, amikor bizony Istennek kellett közbelépnie, mert nem úgy fogadták. Názáretben elkezdett prédikálni például Jézus, ugye a saját hazájában, a saját városában, a saját zsinagógájában. És hol találta magát? A szakadék szélén le akarták lökni saját honfitársai. Azok akkor az ő megvédte őt. De sorolhatnánk tovább Jézus életében is, mi minden történt, ami még a szolgálat kezdete volt ez, tehát még ezután jött a többi sok-sok váratlan helyzet, hogy most éppen mi történik és hogy kell erre reagálni. Ezen kívül szorongások. Mitől szoktunk mi szorongni sokszor? Be nem következett események, a jövő bizonytalansága például. Nem tudjuk, hogy mi következik. Ugye az egyik dolog, hogy most van valami, amire nem készültem föl. A másik dolog, hogy hát ha lesz valami, amire nem készültem, még nem történt meg, de hát ha, meg fog történni. Vagy nem így lesz, vagy nem úgy lesz. Tehát a jövő felüli aggodalmaskodás. Na ugye erről Jézus sokat beszélt. Ugye ismerjük Jézusnak ezeket a szavait a hegyi beszédben is, amikor elmondta, hogy ne aggodalmaskodjatok, és ezt mondja, a jövő felől, a holnap felől se. Ugye ez azóta is szólás közmondásá vált szinte, hogy elég minden napnak a maga baja. Ezt Jézus mondta. Hát ez tőle származik. És ehhez kapcsolódnak az ő ígéretei is, hogy ő megadja, de mindig ahhoz adja meg az erőt, amiben éppen vagyunk. Ugye, amikor a kísértésekkel kapcsolatban írja Pál apostol, hogy nem hagy bennünket fejjel kísértetni, mint ahogy elszenvedhetnénk, és megadja a kimenekedést is. Előre? Vagy akkor, amikor éppen benne vagyunk a próbában. Akkor fogja megadni. Nem előre,
Mi szeretnénk mindig előre bebiztosítani magunkat, nem? Hogy majd, ha ez történik, uram, akkor majd te mit fogsz tenni? Akkor ugye majd, vagy segítesz. Ő valamit fog tenni, de nem biztos, hogy azt, amit mi szeretnénk. Vagy ahogyan mi eltervezzük. És az sem biztos, hogy az be fog következni, amifelől mi aggódunk már előre. Tehát ugye már elhangzott néhány dolog, hogy mi minden ronthatja meg a lelki békénket, de például a saját mondjam, önzésünk, vagy éppen az önérzetünk. Nem probléma? Mert az, hogy mások hogy viszonyulnak hozzánk, azt nem tudjuk befolyásolni sokszor. Van, amikor igen, de van, amikor nem mi tehetünk róla. De mi az, ami viszont rajtunk múlik? Az, hogy én hogyan fogadom, nem? Tehát, hogyha bennünket bánt valaki igazságtalanul. Jézus bántották? Hát, ahogy említettem, ez a názareti esemény, ez a szolgálat a kezdetén történt. És ez nem csak azért volt félelmetes, mert ugye az életére törtek, hanem mert azzal találkozott szembe Krisztus, hogy azok, akikkel együtt, nap mint nap együtt volt, rokonai, barátai, azok fordulnak ellene. És képesek lennének megölni. Csak azért, mert felolvasta ezt az igét Ézsaiás könyvéből, és elmondta, hogy ma teljesen ebbe az az írás, aki hallástokra. És most nem akarom végig sorolni, hogy hány és hány alkalommal találkozott olyan dolgokkal, ami személyesen is sértő és bántó volt az ő számára. Milyen célzásokat tettek a zsidó vezetők például, az ő származására vonatkozóan. Mi nem parázasságból születtünk például. Vagy amikor azt mondták, hogy te samaritánus vagy, és ördög van benned. Ugye samaritánus az egy szitok szó volt tulajdonképpen abban az időben, most is tudnánk ilyeneket mondani, de és nem térek el neki. Hát igen, mert annyira megvetették, tudták, hogy nem samaritánus, de az egy ilyen lealacsonyító, ilyen megvető kifejezés volt, és ördög van benned. Jézus megsértődött ezekre? Egyáltalán fölvette, hogy most ilyet mondtak, ó, hát és akkor mindig leállt velük vitatkozni, hogy de nem, hát dehogy is, hát ez meg így történt meg. Mint aki meg se hallja, folytatta tovább a szolgálatát. Hát olvassak ezzel kapcsolatban néhány gondolatot. A Gondolatok a hegyi beszélő című könyvből, a Boldogok a szelídek fejezetből. A romlott emberi természet mindig kész a vitatkozásra, de aki Krisztustól tanult, az megszabadult önző ínyétől, a büszkeségtől és az uralomvágytól. Lelkében békesség honol, mert önmagát Isten lelkének adta át. Csak az önszeretet ronthatja meg békénket. Amíg önző énünk él, mindig készek vagyunk minden bántalom és sérelem ellen védekezni. Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztussal, Istenben elrejtett illet, akkor a velünk szemben éreztetett lekicsinlés nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a hunnyal és bántalommal szemben. Hát ez a néhány mondat nekem azóta is, amikor először úgy igazán szembesültem vele, nagyon sokat mond és ilyen tükörként szolgál. Mert volt, amikor úgy gondoltam, hogy nem, hát én nem sértődök meg, nem bántom azt az illetőt, viszont meg nem probléma. Amikor elolvastam ezt a mondatot, hogy a velünk szemben éreztetett lekicsinlés nem fáj többé, és hogy süketek és vakok leszünk a gúnyal és bántalommal szemben, hát ez azért elég eltalált. Mert akkor ez azt jelenti, hogy a süketés vak, hát észre se leszem, nem? Tehát ez azt jelenti, hogy észre se leszem. Hogy nekem ez nem probléma. Sokkal kevesebbet kell így megbocsátanunk. Ennyivel is megkönnyítjük a saját életünket, mert amikor már fáj, akkor meg kell tudni bocsátani. Hát ami nem fáj, az meg nem fáj. Tehát azt meg föl se vesszük. Az nem is ér odáig, hogy egyáltalán magunkra vegyük.
Tehát ezen gondolkodjunk el, hogy, hogy mennyire igaz ez, hogy, hogy az önszeretet rontja meg nagyon sok esetben a békén, belső békénket. Hogy hozzám, hogy nekem, velem, ugye, mi történik, hogyan bánnak, stb. Hozzám, hogy viszonyulnak. És hogyha az önző énünk már halott, de halott embert nem lehet sérteni, megbántani. Ha életünk Krisztussal, az Istenben elrejtett élet, akkor a velünk szemben élesztetett lekicsinlés nem fáj többé. Nem fáj. Nem azt mondom, hogy nem halljuk meg, de legfőjebb a másik ember fogjuk sajnálni. Nem tudom, hogy ilyen előfordult-e már veletek. Hát, hogy nem az fájt, hogy téged bántott, hanem az fájt, hogy ő szegény még itt tart. Még ilyen. Nem tud másképp viselkedni. Jézus ilyen lelkületű volt. Ő azokat sajnálta, akik ilyenek, akik nem is tudják, mit cselekszenek, mit mondanak. Akik csak úgy, ugye a gonosztól hajtva, neki engedelmeskedve nem csak mondanak, hanem tesznek is mindenféle gonoszságot. Azok a számomra méltó emberek. Hányszor sajnáljuk és sajnáltatjuk mi saját magunkat? Ugye, amikor velünk történik valami, vagy meg, hogy a másik hogy viszonyul hozzánk. És hányszor sajnálunk mi olyanokat, akik teszik a bűnt, a rosszat, akik indulatosabb, sértő módon viselkednek, nem azokat kellene inkább sajnálnunk? Hogy ő még itt tart, hogy ő nem is tud másképp talán, nem is ismeri talán igazán Krisztust, meg még nem tart ott, hogy el tudta volna Jézus venni tőle ezt az indulatot, vagy ezt a haragot. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy tőlem vegyétek ezt a békességet, és én adom úgy, nem úgy, ahogy a világ adja, akkor gondoljunk erre is, hogy igen, olyan békességet, ami ő benne is volt. Amikor igen, leperegnek rólunk ezek a dolgok, ami énünket, büszkeségünket, önérzetünket bántja. Nem magunkkal leszünk elfoglalva. A süketek és vakok leszünk a gonddal és bántalommal szemben. Lényegében, amikor Jézus ezt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, akkor is erről van szó, hogy erről is. A szelíd és alázatos ember milyen? Ugye a szelíd ember nem fog visszavágni, nem vitatkozik, nem áll bosszút, stb. Tehát sorolhatnánk. Alázatos szívű. Mennyi gondtól és problémától mentesülnénk akkor, hogyha ezt valóban komolyan vennénk, nem? Hogy tanuljuk meg ezt Krisztustól, és akkor az életünk nagy része, ami küszködés, meg problémázás, meg aggodalmaskodás, az megszűnő attól, az felszabadulna a jóra. És már is békesség lenne a lelkünkben is. És tudnánk úgy élni, ahogyan Krisztus szolgálni másokat. Jobban oda tudnánk figyelni mások gondjaira. Itt is olvasnék néhány mondatot a Szentírásság című könyvből. Ha hajlandó vagy szelídséget és alázatos szívűséget tanulni Krisztus iskolájában, akkor bizonyosan nyugalmat és békét ad neked. Borzalmasan súlyos küzdelem föladni akaratunkat és saját utunkat. De ha megtanulod ezt a leckét, nyugalmat és békét találsz. Le kell győznünk a büszkeséget, önzést, nagyravágyást. Akaratodat feltétlenül Krisztus akaratának kell elnyelnie. Hát ez a nehéz. Mert ha bennünk van még a büszkeség, önzés, nagyravágyás, akkor már nem azt mondom, hogy nehéz, hanem lehetetlen békét találni, és akkor valahogy letenni ezeket a terheket, hogy nem sértődök, meg nem bántódok, meg nem leszek ilyen és olyan, de azért látszik rajtam, hogy dehogy nem.
meg hát én is érzem, mert fáj. Ahogyan az előző idézetből láttuk, hogy nem kellene, hogy fájjon. Még néhány mondatot olvasnék. A Krisztus által fölajánlott nyugalomnak és békének feltétele van. Vele kell hordoznunk az igát. Aki elfogadja ezt a feltételt, észreveszi, hogy Krisztus igája segít neki hordozni minden terhet. Ugye tudjuk, hogy mi az iga. Az egy olyan szerszám, amit ugye az igás állatoknak a nyakára, vállára tettek, és általában nem egy, hanem kettő volt befogva egymás mellé. És ez az iga, ez segítette a terhet hordozni. Most Jézus azt mondja, hogy az ő igáját vegyük föl, ami könnyű és gyönyörűséges. Miért? Mert mellettünk Krisztus van az igába fogva. Hát ha Krisztus van ott mellettünk, akkor nekünk könnyű dolgunk lesz, nem? Ugye réginek, akik így igás állatokkal dolgoztak, azok már volt is egy ilyen szempont, hogy hogyha egy ilyen fiatal állatot befogtak, akkor odaállították mellé egy olyat, amelyik húz. Tehát amelyik erősebb is, és akkor annak a szegény fiatal állatnak, a gyengébbnek nem volt annyi teher rajta, tehát könnyebb volt. Tehát Jézus ezt a hasonlatot alkalmazza itt, hogy gyertek ide az én igámba. Ne egyedül akarjátok hordozni a terheket. Az én igámban, ugye így folytatja itt az idézet, ha Krisztus nincs mellettünk, hogy hordozza a teher súlyosabb részét, akkor valóban súlyosnak mondhatjuk az igát. Tehát Jézus a teher súlyosabb részét hordozza. Jézus az, aki erős, mi pedig gyengék vagyunk. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el, ugye Pál apostolnál. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tehát mi is ott kell, hogy legyünk, a mi gyenge kis valónkkal, ott kell, hogy legyünk, mert ez a mi ügyünk is. Nekünk kell átváltozni Krisztus hasonlatosságára, de úgy, hogy közben Krisztus ott van mellettünk és visz előre bennünket. Ez nem egy nagy kegyelem? Ugye sokan olyan felületesen olvasva az igét úgy gondolják, hogy hát ez nem valami bátorító, amikor azt mondja Jézus a megterhelteknek, hogy még vegyétek fel az én igámat. De most amúgy is elég iga van rajtam, nem? És akkor még egy igát vegyek fel magamra. Amúgy is elég terhet hordozok, és Jézus azt mondja, hogy na most még ezt is. Nem erről van szó. Ő egy cserét ajánl nekünk. És ez ugye a megváltás is tulajdonképpen ebből áll. Ez a lényege, nem? Mert Jézus a mi terheinket, a bűnterheinket magára vette, és meghalt értünk és helyettünk, és mit ad cserébe? Az ő igazságát. Vagy ugye szép jelképpen is kifejezi ezt a Biblia, hogy leveszi rólunk a szennyes ruhát, és ad egy tiszta fehér ruhát. Mi nagyon sokszor megelégszünk olyan félmunkával, hogy ezt már többször említettem is, hogy mi ilyenek vagyunk, de a Laodiceai gyülekezetről, mit mond Jézus, mi mezítelen vagy. Mi le akarjuk vetni a szennyes ruhát, nem akarjuk bűnt elkövetni, nem. Azt semmiképpen nem akarjuk, csak éppen az ő igazságát se. Mert az valahogy olyan ijesztő, hogy Krisztus igazsága, Krisztushoz hasonló hasonlóság, hát én nem vagyok olyan. De azt mondja az ige, hogy ő ilyen cserét ajánl. Tehát ez a megváltás cseréje, hogy ő leveszi rólunk a szennyes ruhát, és adja az maga tiszta ruháját, igazságát. Itt is ezt mondja, hogy ő leveszi rólunk a terheinket, a bűnterheinket is, a gondjainkat is, amit úgyse tudunk megoldani, olyan aggodalmainkat is. Leveszi rólunk, és azt mondja, hogy most akkor gyere, és az én igámat vedd föl. Én ott vagyok melletted, az én erőmmel, tanácsaimmal, én tudom, hogy merre kell menni, tudom, hogy mit kell végezni, milyen szolgálatot, milyen munkát, de csak gyere itt mellettem. Tehát nem erről van szó.
Tehát amikor befogták az igába azt a gyengébb, meg fiatal állatot, hát erről volt szó, hogy meg kellett tanulnia a teherhordozást, de csak így tanulhatta meg, hogyha ott van mellette egy erősebb. Tehát Jézus azt mondja, hogy gyere, megtanítalak. Tudom, merre kell menni, tudom, hogy milyen szolgálatra van szükség. Majd én megyek, gyere mellettem. Nekünk csak ennyi lenne a feladatunk. Mi sokszor még ezt sem vállaljuk. Tehát Jézus ezt a cserét ajánlja nekünk, hogy a mi nehéz terhenünket leveszi rólunk, és helyette adja az ő saját igáját. Tehát ezt mondja, hogy a teher súlyosabb részét ő hordozza. És amint az ember kész engedelmességgel viselni Isten követelményeit, úgy érkezik el hozzá a lelki békesség is. Hát azt mondja Jézus, hogy így nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Akkor tehát mi beszél a mi lelki békénket? Most újra próbáljuk meg átgondolni. Egy szó volt arról, hogy a mások viselkedése, amin sokszor nem tudunk változtatni, de akkor mi van a mélyben? Az én hozzájuk való, vagy az adott problémához való viszonyulásom. Hogy miért veszél a lelki békémet az, hogyha a másik igazságtalan vagy bántó módon viselkedik velem szemben. Gondoljunk arra, hogy ez nem csak Jézusnál, hanem nagyon sok hívő kereszténynél megvalósult. Ott volt Pál apostol is. Volt lelki békéje? És el tudták tőle venni bármilyen módon. Ugye a Filippiben ő úgy került börtönbe, hogy azt az ördöngös szolgálónány megszabadította a démoni megszállottságtól, ugye? Tehát tulajdonképpen ez egy megszállottságból való gyógyítás volt. De hát mi volt a következmény? Hogy azok, akiknek ez anyagi hasznot hozott, fölmázították ott, akiket csak tudtak, és mentek a bíróság elé, meg mindenhova is ezek. Szóval országháborítók meg minden voltak. Pál és Sílás, és bekerültek ugye a legmélyebb részébe a börtönnek, kalotába. Hát nem tudom, egy ilyen helyzetben mit csinálnánk, nem ilyen helyzetben nem voltunk mi még. Olyanban se, mint hogy egyáltalán megvádoljanak bennünket hasonlóan. De hát gondoljuk csak el, hogy ők lázadozhattak volna Isten ellen, hogy uram, hát eljöttünk ide, hát evangéliumodat hirdetni, és most ez történik. Szóval miért egyáltalán, meg mi lesz ebből? Volt emberileg remény arra, hogy ők onnan kiszabadulhassanak kalodából, szigorított részből, stb. Őrizték őket. Ismerjük a történetet. És megemlíteném, hogy nem az volt a nagy csoda ott, hogy jött a földrengés és megnyíltak a börtönajtók. Ott több nagy csoda volt. Először is az, hogy Pál és Sílás dicséretet énekeltek éjfél tájban. A második az, hogy a foglyok hallgatták őket. És amikor a földrengés megnyitotta a börtönajtókat, akkor senki nem ment el. Na ez volt a nagy csoda. Senki nem szökött meg. Mert amikor ott van az éj leple alatt a lehetőség, hogy a foglyok kivessenek a börtönből, nincs olyan bűnöző, aki ezt ne használná ki. És ezek az emberek nem szöktek meg. És ugye ismerjük a történetet, ugye megtért a börtönőr is ennek következtében, de ugye visszatérve erre a gondolatra, hogy tudtak Pálék így, ilyen lelkülettel énekelni ott, Isten dicsőíteni akkor, amikor ennyi igazságtalan, fájdalom, bántalom érte őket. Emberek ellen, sőt, akár Isten ellen is vázadozhattak volna, hogy most miért, és hogy tehették ezt velünk. De most nem akarok sok példát mondani, lehetne apostolok cselekedeteit olvassuk végig, és látjuk, hogy megmaradt a lelki békességük. Amikor fogolyként vitték Pált Rómába, ismerős ez a történet, és ugye
apostolok cselekedetei végén van. Akkor is ugye mi történt? Olyan vihar tört ki a tengeren, hogy ugye, hát hajótörést szenvedtek, és hát már mindenki, a hajós kapitánytól kezdve mindenki föladta, hogy most már vége. Mindent megpróbáltak. Már a foglyokat akarták leölni és a tengerbe dobni. És Pálnak megmaradt akkor is a lelki békéje. Azt mondta nekik, hogy legyetek békességben, gyertek, egyetek, mert nem ettek, nem ittak, mert hát akkor volt ott a feszültség, a félelem. Most akkor gyertek, egyetek, mert egy szigetre fogunk kivetődni, és hogy Isten meg fog óvni bennünket, csak a hajó fog elpusztulni. Tehát most nem akarok újabb példákat említeni, de látjuk, hogy ez lehetséges. Tehát nem csak Jézusban volt meg ez a békesség, hanem valóban ő tudja adni ezt a lelki nyugalmat, hogy minden élethelyzetben megőrizhessük, hogy mindig rá tudjuk bízni magunkat. Ugye szó volt az aggodalmaskodásról, a jövő bizonytalanságáról. Hát nem tudom, hogy itt merne valaki jelentkezni, hogy ki az, aki soha nem aggódott még a jövő miatt. Van ilyen közöttünk? Ugye ez szinte annyira hozzátartozik az emberi élethez, hogy majdnem, hogy minden nap, ugye ott van. Ja, és akkor mi lesz? Ha így lesz, akkor mi lesz, és mi történik? Mintha nem is tudnánk enélkül élni. Ez annyira benne van az emberi természetben. És Jézus ezt annyira hangsúlyozza, és a Biblia más helyeken is, hogy ne aggódjunk, és hogy a terhenket ő rávessük, és ne féljünk a jövőtől, hogy bízzuk magunkat rá. Miért nem tudjuk ezt megtenni? Miért nem hiszünk mi az Isten ígéreteiben? Ugye hány és hány olyan bibliai történet van, amikor emberek a teljes bizonytalanságba indultak el. Akár Ábrahám is, hogy sorolhatnánk, hogy nem tudták, hogy mi vár rájuk, hogy mit hoz a jövő. De Istenre bízták magukat. És tehát bármi történhetett volna, vagy azok a foglyok, akiket elvittek, Dánielék, elvittek a fogságba. De ők is aggódhattak volna, hogy hát most mi lesz, meg hogy lesz. Hát örökre el kell hagynunk a hazánkat, ugye József is, amikor eladták a testvéreit. Tehát rengeteg ilyen élethelyzet volt hívő emberek életében. És megtanultak Istenben bízni. És megtanulták azt, hogy minden élethelyzetben Isten ott lehet velük. József életének a leírásában én számomra a legszebb mondat, vagy kijelentés az, hogy is az Úr Józseffel volt. Tehát rabszolgaként eladták a testvére, és az Úr Józseffel volt. Börtönbe került, és az Úr Józseffel volt. De most mi ezt saját magunkra nézve el tudjuk hinni, hogy igazságtalanul, nem tudom mi is, ez és ez történt, vagy olyan helyzetbe kerülsz, és tudod, hogy az Úr veled van? Tehát akkor is, bármilyen élethelyzetben. Tehát nem csak Józseffel, hanem velünk is. Velünk is velünk van, ha mi hiszünk ebben. Hát ha nem, akkor nem tud segíteni. Ha nem vagyunk hajlandóak azt az igát mi magunkra venni, vagy beállni Jézus mellé, akkor ő nem tud segíteni. Akkor tud segíteni, ha vele vagyunk, ha mellette járunk. Itt is olvasnék néhány gondolatot a Krisztushoz vezető lépések, Jézushoz vezető út című könyvből. Nem lenne szabad megengednünk, hogy a mindennapi élet bonyodalmai és aggodalmai megzavarják gondolkodásunkat, és bezenhűzik arcunkat. Ha megengedjük ezt magunknak, akkor mindig találunk valamit, ami miatt nyugtalankodhatunk és bosszankodhatunk. Nem volna szabad megengednünk magunknak az aggodalmaskodást, mert ez csak felkavar és megvisel bennünket, de nem segít elhordozni a megpróbáltatásokat. Ezt tudjuk, ugye, mit annyi? Segít az aggodalmaskodás? De Jézus egy ilyen példával ábrázolta ezt, hogy a termetedet meg tudod egy arasszal növelni, hogyha aggodalmaskodsz, vagy bármiben, tehát ja, nem, ez nem segít. Tehát ezt mondja, hogy nem volna szabad megengednünk magunknak az aggodalmaskodást, mert csak megvisel bennünket, ez plusz teher mi számunkra.
nem segít elhordozni a megpróbáltatást. Azt mondja, amikor magunk veszük kezünkbe ügyeink igazgatását, saját bölcsességünkre támaszkodunk, olyan terhet veszünk magunkra, amelyet nem Isten hárít ránk. Azt a felelősséget vállaljuk magunkra, amely Istené, vagyis magunkat állítjuk Isten helyébe. Bizonyára lesznek gondjaink, felkészülhetünk veszedelmekre és vesztességekre, mert azok elmaradhatatlanok. De ha igazán hisszük, hogy Isten szeret bennünket, és csak a javunkat akarja, akkor a jövő nem fog aggasztani. Úgy bízunk Istenben, mint a gyermek bízik szerető szüleiben. Krisztus nem ígérte, hogy ma ad erőt a holnap terheinek hordozásához. Tehát, hogy a jövő aggaszt bennünket, vagy nem, ez is rajtunk múlik, tudjuk-e Istenre bízni magunkat, jövőnket, és nem csak magunkat, hanem szoktunk mi másokért is aggódni. Ugye? Lehet, hogy még többször másokért. És másokat nem bízhatunk rá Krisztusra? Hozzátartozóink, a gyermekeinket, testvéreinket, bárkit, akiért aggódunk, nem bízhatjuk rá? Hát ő minden egyes embert ugyanúgy szeret, és mindenkiért odaadta Krisztus az ő életét, nem? Azt mondja az ige, hogy fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok rám. Ők is az Istené. Isten szeretetének a tárgyai, sőt jobban szereti őket, mint ahogyan mi. Tehát akkor biztosak lehetünk benne, hogy jó kezekben van az ő sorsuk is. Ez nem jelenti azt, hogy mi legyünk közömbösek irántuk, sőt azt meg végképp nem jelenti, hogy ne tegyünk meg mindent értük, és ne imádkozzunk értük. De az aggodalmaskodással semmit nem érünk el. Hát akkor visszatérve a bevezető igei gondolatokhoz, azt mondja Jézus, hogy olyan békességet ad, ami tőle származik, nem olyat, amit a világ ad. Ez nem múlékony, nem függ a körülményektől, ahogyan láttuk mondjuk Pál apostol életében is, nem függ másoknak a hozzánk való viszonyulásától, hanem egyedül attól függ, hogy mi Krisztussal vagyunk-e, hogy azt az igát hordozzuk-e, amit ő húz, ő mellette vállaljuk-e azt a szolgálatot, amit ránk bízott, egyedül ettől függ. És segítsen az Úr bennünket, hogy ezt a békességet senki és semmi el ne vehesse tőlünk. Hiszen ez valóban az a kincs, ugye Jézus beszélt arról a számtóföldben elrejtett kincstől, ez az a kincs, amit valóban csak mi birtokolhatunk. Ami nem függ, mondom, másoktól, csak a mi döntésünktől, és amit megőrizhetünk az örökké valóságra is. Segítsen az Úr, hogy valóban eljussunk erre a bizalomra, erre a hitre, Isten iránti szeretetre, hogy eltűnjen életünkből. Ugye a békétlenség, az aggodalmaskodás, akár a másokkal szembeni engesztelhetetlenség, mind azok a dolgok, amelyek megrontják a lelki békénket, hogy elnyerhessük Jézusnak ezt az ígéretét.